Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Most nem fogok megfeszülni, egy nagyon egyszerű történet következik, mégpedig burgert fogok készíteni. Azért egy icipici csavar lesz benne, ugyanis nem marhából készül, hanem bárányból, és még valami másból, úgyhogy mutatom, de először is sietnünk kell, ugyanis az első része a történetnek egy picit hosszabb a megszokottnál, fokhagymát fogok füstölni. Szóval egy régi és már nagyon régen nem használt alkalmatossággal fogok bóckolni, ez pedig nem más, mint ő. Ez egy füstölése, hideg füstölése termett kis szerkezet. A fűrészport beleszórom szépen csigavonalba, alágyújtok, elfújom, és onnantól kezdve füstölődik hosszú órákon keresztül. Én most nem ezt fogom csinálni, nem kell neki azért annyira-nagyon sok idő, lévén összesen 3 darab fokhagymáról beszélünk. Nem akarom teleszólni, mert annak nem látom most értelmét, tehát nem 10 órán keresztül kell majd ezt füstölni, néhány óra elég lesz, néhány óra, egy fél óra. Gyakorlatilag, amíg minden mással előkészülök, meg lesz a húspagácsa, meg lesz hozzá a szalsza, minden, addig a fokhagyma is megfüstölődik, és lesz belőle egy füstölt fokhagymás majonéz. Irány a kamadó, és most első körben hideg füstölésre fogom használni. Oké, mondtam, hogy nincs sok dolgunk veled, ezért valamit mégiscsak csinálni kell, és én báránycomból fogok dolgozni. Ezt sikerült innen a közelből beszereznem, meg még többet is, úgyhogy lesznek később majd bordák is, de mindegy, most a lényeg az, hogy comb, tehát nyilván a csontra nincs szükségem egy burgerhez, gyorsan kicsontozom, fölaprítom, nem fogom darálni, minél apró darabokra megpróbálom fölvágni, használjon a túlváj. Rendben van, ezt az icipicit combot kicsontoztam, úgyhogy tényleg nincs más dolgom, mint hogy aprítsam a lehető legkisebbre, a lehetőségeimhez mérten, aztán pedig keverjük. Annyira jellegzetes illata van, hogy tényleg semmi mással nem lehet összetéveszteni. Jó, oké, a pépesítéssel, a kézidalálással megvagyunk, úgyhogy nincs más dolgom, mint hogy összekeverik a húspogácsának a hozzávalóit, ami nem más jelen esetben pluszban, mint kolbász. Jön a hús is, oké, ez megvan, és jön a fűszerezés, amivel ugyan nem elnyomni akarom a bárány meg a kolbász ízét, kicsi segítséget akarok nekik adni, úgyhogy egy kis rabot teszünk rá, de egyébként bármilyen fűszer keverik, amit jónak gondolunk, ami működőképes lehet, ezt nyugodtan használjuk, úgyhogy én most ezt fogom használni, mert ezt újonnan kaptam. Egy pici só és gyumákolás. Egy a lényeg, hogy az összes kolbász molekula az elkülönüljön egymástól, és a bárány molekulákkal vegyüljenek, és alkossanak úgy egy külön egységet, ami eddig nem volt, ami eddig nem létezett, de most majd nagyon jó lesz. Szóval ez nem az a klasszikus burger, ahogy ismerjük, ahogy tudjuk, ahogy szoktuk használni magát a burger szót. Ez valami egészen más, más húsokból, szerintem rohadt jó lesz. Picit hagyjuk pihenni, még csinálunk 2 darab húspogácsát belőle, aztán utána elkezdjük sütni, de először megnézzük a fokhagymákat, hogy mennyire lett füstös. 2 meg egy kicsi. Lesz meg egy ilyen baba verzió is. Isteni az illata, jaj de jó! Ezzel megvagyunk, úgyhogy nincs más dolga, mint a következő lépés, megcsinálni a szalszát, mégpedig nem másból, mint barackból. Először is hagyma. És a lényegi eleme ennek a szalszának, az nem más, mint a barack. Ugyanis ez egy barack szalsza lesz. És akkor a lényeg, a szalsza előkészített barack hagyma összekeverve, és jönnek a kiegészítők. Első körben barna cukor, mehet rá citromlé, egy kevés chipotle paprika krémben, és ami elengedhetetlen a görögökhöz, vagy legalábbis szerintem az nem más, mint a menta, teszünk bele azt, és egy pici koriandert is. Ez nagyon gáz, full lelázott, ez nem jó. Stop, koriandert nem teszünk bele, mert elszúrtam a dolgot, letettem fagyasztóba, és onnantól az ilyen tyámkikás létyós szar lett belőle, úgyhogy koriander nem lesz benne, mert szerintem nem kell bele. Menta kell bele. Így. Édeskés, csípős, kicsit savanykás, nem tudom micsoda, és elkezdenek szépen összeérni majd benne az ízek, és akkor fel is tudjuk használni szalszaként ebben a burgerben. Jó lesz. És onnantól kezdve gyakorlatilag, hogy a hagyma benne van, meg a csili, már el is vesztette édesség, gyümölcs jellegét a történet, és valami egészen más minőséget, egy édeskés jelleget, de más minőséget kap. Tehát nem egy édes dolog lesz benne. Ő az.
szalsza kész. Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, én pedig dolgozom, csinálom ezt a videót és csinálom a kaját, de elszúrtam valamit, ugyanis nem vetettem össze a buci méretét a húsok méretével, úgyhogy szerintem sokkal kisebbek lettek a hús gömbölcök, gombócok, mint amilyenek lennie kellene, úgyhogy most azt csinálom, hogy ez egyébként is maradék és a gyereknek szánt kisebbik részt, azt összefogom dolgozni egy másikkal, és akkor már megkapom azt a kellő méretű húspogácsát, amivel már ebben a méretű buciban tudom majd dolgozni. Úgyhogy bocsi. És akkor nézzük azt a fokhagymát. Amíg a faszén begyullad és melegszik a sütő, addig azt gondolom, hogy tényleg nincs más dolgom, és az a legutolsó ilyen, amikor ezt fogom mondani, megcsinálom a füstölt fokhagymás majonézt. Fokhagyma elkészült, kellő mértékben megfüstölődött, pici sorrá, összetöröm, összezúzom, aztán bele a majonéz. Egyébként azt nem is mondtam, hogy ez a recept, ez nem saját, ezt úgy loptam, mert akartam valami olyan burgert tenni, mert nem a szokványos, és találtam egy könyvet, ami erről szól. Ez most nem reklám, el sem mondom, hogy mi az. Lényeg a lényeg, hogy nem az enyém, de imádni való a recept, és én gyakran használom is, amikor hozzá tudok jutni bárányhoz. Jöhet bele a majonéz. Egy kevés bors. Nem kevés. Nagyon jó illatom. Irány sütni, őt is, meg nyilván a bucit is félbevágjuk, és a vágási felület mentén egy picit bezárunk, hogy ezt a sok mindenséget, ezt majd ne szívja fel túl gyorsan, hanem először a begyünkbe kerüljön, és aztán rá. Ez egy fasság volt, de mindegy. Szóval vágási felületet le kell zárni pirítással. Mindennel elkészült, megvan a buci, megvan a hús, megvan a füstölt fokhagymás majonéz, és megvan a barack szalsza, amit ki sem tudok mondani, úgyhogy összeállítás és kóstolás. És jön a majonéz, amivel óvatosan egyébként, mert hogy rohadt erős a három fokhagyma miatt, úgyhogy tényleg csak randi helyet használjuk. Aztán következik a hús, bárányunk, kolbászunkkal, mindennel együtt. Nagyon jó lesz! Teszünk rá a szalszából, ezt nem lehet szépen eltenni, és nem is akarom szépen eltenni, és nem fogok gondolkodni azért, hogy most akkor hogy kell, mit kell, miért kell, hogy kell, mit kell. Jó, ez így, és egy nagyon minimális, egy icipici kenetet, az utolsó kenetet fölrakjuk ide, és kész a bárányburgerünk barack szalszával. Ő az. Elkészült, még meleg is. És kóstoljuk bárány, burger, kolbásszal, barack szalszával és minden földi jóval, és egy nagyon durva, agresszív füstölt fokhagymás majonézzel. Tényleg csak annyi hiányzik, hogy megkóstoljuk. Aztán vagy el tudom mondani, hogy milyen vagy nem, de én egyre tudom egy halálom megkóstolom. Asztalod! Szóval ez egy imádnivaló történet, egy nagyon erős ízű majonézzel, egy vicces, vidámkodó, tényleg kikacsintó ízű szalszával, és benne ez a nem tudja eldönteni milyen hús, hogy most bárány, vagy disznó, vagy most mi is ez a történet. Egy fantasztikus rabban, amit most kóstoltam egyébként először, szóval rohadt jó így együtt, el kell szakadni néha azoktól a hagyományok, sőt, én tényleg azt gondolom, és most egyre inkább azt akarom, meg fogom propagálni, hogy szakadjunk el azoktól a dolgoktól, amiket ismerünk, megszoktunk. Csináljunk valami mást, főzünk egy picit másképp, főzünk egy picit másból. Fogadjuk el azt, hogy léteznek még ízek azokon kívül, amiket mi ismerünk meg az elmúlt 20-30-40 évben próbáltunk, ismertünk, ettünk, kóstoltunk, de van tojva minden. Egy a lényeg, fedezzük fel a világot, fedezzük fel úgy, ahogy az nekünk,
és adott esetben is ez egy gyönyörű konstelláció, hogy mindenkinek jó. Úgyhogy hurrá, hajrá! Ennyi voltam mára. Ha tetszett, ha akartok még ilyen tartalmakat, akkor légy egy like, és kövessetek be, úgyhogy jövök még vissza. Sziasztok! Kurva jó. Meg is esztük az egészet.